Good evening. My name is Alba. I work in the outline of our digital center. We had more than 5,000 visitors in the last year. That is going to be our main story in the show. Ő itt Alba, a sokak által már jól ismert fehérvári robot, vele együtt ismerkedhetnek meg a diákok a mai kor legmodernebb technológiáival, itt a digitális élményközpontban. Az Alba Innovár 2017 nyarán nyitotta meg kapuit Székesfehérváron, azzal a céllal, hogy az itt lakó, itt tanuló fiatalok térítésmentesen ismerkedhessenek meg a digitális világgal. A központ elsősorban az általános iskolai felsőtagozatos és középiskolai osztályokat szólítja meg, ami fontos, hiszen a jövőben nagy szükség lesz ezekre az ismeretekre, mondja Cserpalkovics András polgármester. Jöjjünk rá, hogy ez tényleg nem csak a jövő, hanem szinte már a jelen technológiája, illetve hogy ettől nem szabad félni, mert akár félünk, akár nem, be fog következni. A robotok itt vannak például Székesfehérvár gazdaságában és iparában, sőt a szolgáltató iparban is, és nagyon fontos lenne, hogy a fiataljaink úgy nőjenek föl, hogy ismerik ezt a technológiát, hogy nem tartanak tőle, hanem tudatosan felkészülnek, mi pedig segítünk nekik felkészülni arra az életre, világra, amire őnekik mindenképpen képzettséggel kell rendelkezni, és készséggel is, hiszen az élet minden területét meg fogja ezt határozni, az otthonukat, a városukat, a közlekedési szokásaikat, ugyanúgy, mint a tanulmányaikat, vagy éppen majd a leendő munkahelyüket, ami még lehet, hogy nincs is, nem is létezik, de valahogy ezekből a technológiákból fog kinőni. Azt gondolom, hogy az Alba Innovár ezért remek ötlet, és ezért büszkeség, hogy ezt itt létre tudtuk hozni, nem hogy Magyarországon elsők között elsőként, hanem bizony Közép-Európában is abszolút az élmezőnyben van a város. Itt minden fiatal megkapja a lehetőséget, hogy ezzel megismerkedjen. 5236 diák tudott ide belépni, és valamilyen tantervi vagy éppen szakköri keretek között de ismerkedett ezzel a technológiával. Felkeltették az érdeklődését, és ami nagyon fontos, hogy mindezt ráadásul abszolút mindenfajta szociális helyzettől függetlenül, tehát esélyegyenlőség vonatkozásában is teljes körűen kapta meg minden fiatal. Az országban tehát ugye akkor egyedülálló mondhatjuk a városunkban. Ez a program mennyire mozgathat meg ez olyan településeket, városokat, ahol esetleg még ilyen központ nem működik? Példát mutatunk tulajdonképpen másoknak? Igen, ez is volt a célunk, ezért nagyon sok helyről hívtunk egyébként, és hívunk folyamatosan vendégeket, akiknek ezt megmutatjuk. Itt járt például a megyeugvárosok közgyűlésének több tagja, a polgármesterek, megnézték. Tudjuk, hogy más városoknak is vannak hasonló jellegű elképzelések, vannak erre vonatkozó pályázatok is, de azáltal, hogy itt nem pályázati forrásra vártunk, és indikátorokat kellett teljesítenünk, hanem magunk az IVS-szel közösen tudtuk ezt megvalósítani, ezért pár hónap alatt létrejött, és most már az első tanév végén vagyunk. Ez egy nagy versenyelőny, az, amit azt gondolom, hogy ki kell használni a város fejlődése érdekében, tehát részben ezt a központot mindig van milyen formában és irányba fejleszteni, részben pedig ennek meg kell tenni a párját az Óbudai Egyetem Alba Régia Műszaki Karával, illetve a Corvinusszal közösen. Ugye szeptemberben nyílik is ott a robotika tanszék és labor az egyetemi keretek között, részben az is ebből nőtt ki, másodszorban pedig ezzel párhuzamosan át kell gondolni, hogy a felnőtt képzésbe hogyan viszünk energiát, hiszen az első kérdés is joggal vonatkozott arra, hogy ha ez már itt van, akkor ez nem csak a mi gyermekeink, vagy majd az ő gyermekeiknek az életét fogja meghatározni, hanem bizony a mi generációnknak az életét is. Esetleg ma teljesen biztosnak tűnő munkahelyek vonatkozásában fog minden megváltozni 5-10 év múlva. Fontos tehát, hogy a ma szakembereit felkészítsük erre a technológiai változásra, ez a felnőtt képzésen keresztül valósítható meg, és ezáltal a várost is fel tudjuk készíteni arra, hogy a digitalizáció és az ipari robotok vonatkozásában is a nyertes legyünk, mert ha nyertesek közé fogunk tartozni, akkor ez a város nem csak ma, hanem a jövőben is egy erős, fontos város tud majd maradni. És azért itt ugye szó volt a munkaerőpiacról is, és hát ugye nem az a cél, hogy elvegyék az emberektől a munkát, erről is beszéltünk. Igen, ez nagyon fontos, hogy nem szabad így hozzáállni, mert ettől még meg fognak jönni. Tehát ugyanúgy, mint általában minden újdonság és változás, ebben van azt gondolom, hogy egy abszolút érthető emberi félelem, vagy egy tartás magá a változás tényétől, de ettől ez a változás itt van.
le fog következni részben, már ez a folyamat el is indult. Én magam is pár héttel ezelőtt voltam egy gyógyszertárban, a gyógyszerész mögött már a raktárban bizony egy robot dolgozott, és a robot volt az, aki a vény alapján összegyűjtötte a gyógyszereket, és a gyógyszerész elé mondjuk úgy kis asztalkára letette. Az élet minden területén tele leszünk ilyen jellegű eszközökkel, és hát a múltban is voltak ilyen technológiai változások, ugyanúgy volt ezzel kapcsolatos félelem, de aztán a változáshoz mégiscsak alkalmazkodott mindenki, és ennek megfelelően a fejlődés egy következő lépcsőfokára lépjünk. Emellett azon, hogy fontos, hogy, és részben ez ennek a központnak is a dolga, de én úgy gondolom, hogy érdemes ezen általában is a városnak gondolkodni, hogy a társadalmi hatásait is föl kell mérni majd ennek a változásnak, és meg kell nézni, hogy ezen társadalmi változásokra hogyan tudjuk a várost és a városban élőket, a különböző generációkhoz, szakmákhoz tartozókat felkészíteni. Ez mit fog jelenteni 5-10-15 év múlva a ma munkaerőpiacához képest, és hogyan tudjuk azt az ideális állapotot fönntartani, hogy érdemben szerencsére nincs munkanélküliség ma Székesfehérváron. Magyar viszonylatban a legmagasabb jövedelmeket lehet itt keresni nagyon-nagyon sok ipari szolgáltatásokhoz kapcsolódó területen, de hogy ezt fönn tudjuk tartani, és ezt fejleszteni tudjuk, ahhoz a humán erőforrás fejlesztés az nélkülözhetetlen, az pedig ilyen központokon keresztül fog megvalósulni. Én azt gondolom, hogy ezért tartozunk köszönetnek minden olyan szakembernek, aki itt az Innováron belül most már egy év óta foglalkozik a diákokkal, a fiatalokkal, akik majd most nyáron is a táborokat meg fogják tartani. Én ezúton is köszönöm tankerületnek, szakképzési centrumnak, egyházi alapítványi fenntartóknak, hogy segítettek a fiatalokat elérni az Innovár részéről, hiszen máshogy itt több mint 5200 diák nem fordulhatott volna meg, de ők itt voltak, a visszajelzések alapján nagy élményekkel távoztak, a visszajelzések alapján nagyon fontos, hogy a tanáraikat is tudtuk egy kicsit képezni, segíteni őket a digitalizációban való eligazodásban, és ezen az úton kell tovább menni. Nincsen igazán kitaposott út előttünk, tehát nincsen, senki nem tudja megmondani, hogy erre van előre, mert hogy ebben ez a város mindenképpen a világ élmezőnyében van. Én hozzáteszem, hogy hála Istennek, mert ez egy verseny előtt jelent, és azt jelenti, hogy alapvetően mi dönthetjük el, hogy ezen az úton milyen gyorsan és hogyan haladunk. Még egyszer, ennek társadalmi hatásai felmérésével együtt a város ezen is dolgozik, hogy létezzen egy olyan kis kutatóintézete, amelyik ezeket a típusú társadalmi hatásokat fogja fölmérni, a világban a példákat megkeresni, akár máshol működő dolgozó egyetemeket, oktatókat is bevonni, hogy hogyan kell erre fölkészíteni egy várost. Az Alba Innovár digitális élményközpontot a Székesfehérvár fejlődésért alapítvány hívta életre. Az Alba Innovár missziója nem csak az, hogy bevezetést nyújtson a robotikába, hanem hogy megtanítsa az ide látogató gyerekeket az algoritmikus gondolkodásra, valamint hogy fejlessze azon készségeiket, melyek elengedhetetlenek lesznek a jövő munkaerőpiacán. A nyitás óta több ezer látogató szerezhetett új ismereteket az élményközpontban. Olyat ígértünk, ami akkor államszerűnek tűnt, hogy 5000 fehérvári lakos, alapvetően fiatalok látogatják, de nem csak látogatják, hanem tanulnak itt a központban, és ezt mondhatni túl teljesítettük, vagy túl tudtuk teljesíteni, 5240 azt hiszem a pontos szám, ami gyakorlatilag 10 és fél hónap leforgás alatt jött össze. Minden nap ugye projektnap volt, tehát minden fehérvári iskola, összességében 44 különböző intézmény, ebben benne vannak az állami, az egyház és az alapítványi intézmények is, különböző kategóriákban, tehát voltak itt hetedikesek, kilencedikesek és a legvégén tizenegyedikesek, több mint 3200 napot töltöttek el a gyerekek, és nagyon fontos az, hogy bár a szakkörök formájában ismétlődően is járnak ide gyerekek, de itt minden egyes szám, ez egy külön individuumot jelent. És ez nagyjából ez azt jelenti, hogy a 10-18 éves kategóriának több mint jócskán több mint a harmada látogatta meg a Székesfehérvár diákjaiba ezt az intézményt. Ezen kívül voltak nyílt napok, szakkörök, nyáron voltak táborok, voltak ismeretterjesztő előadások, voltak vendégeink, bemutatkozó oktatásaink, óvodásoknak is volt
tartottak, sőt, Ciprusról is volt itt az egyik iskolának a vendégosztály, úgyhogy, vagy akár a dél-afrikai oktatási miniszter is, tehát egész különleges találkozók is voltak, a megyei jogú városoknak az összes polgármestere meglátogatott bennünket, és megismerhették ezt a tanulva, hogyan lehet megtanulni játékosan vagy élmény formájában a digitalizációt, a modern oktatási eszközöknek egy részét, a módszertanának egy részét, és az, hogy hogyan lehet ezt tovább folytatni, több irányba megyünk tovább. Tehát az egyik az, hogy a felnőttekre ráhangoljuk ezeket a lehetőségeket, és szeretnénk beindítani a kétszintű felnőtt oktatásképzést az Alba Innovar kereteiben Székesfehérváron. Az egyik, ahogy elneveztük, az operátori típusú képzés, amikor az emberek teljesen előképzetlenek a digitalizációból, és egy kétnapos gyakorlatias típusú képzéssel megtanítjuk őket, hogy úgy mondjam, a biztonságos internet használatra, és arra is, hogy hogyan lehet egy e-mailt létrehozni, hogy hogyan nézhetik meg azt adott esetben, hogy valamit akarnak vásárolni, az mennyibe kerül, vagy valóban akarnak menni, mennyibe kerül, munkalehetőségeket, hogyan lehet interneten keresztül, vagy akár bármiféle támogatási lehetőségeket, hogyan lehet interneten keresztül szerezni. Táboraink most folyamatosan lesznek, sőt, most már kooperációs táboraink is vannak az Óbudai Egyetemmel, most mindjárt azzal indítunk június elején. Mi egybe voltunk, hogy így mondjam, nagyon határozottak, hogy azt akartuk elérni, vagy az volt az egyetlen feltételünk, pontosabban kettő, mindjárt mondom a másodikat, az egyik feltétel az volt, hogy csak Székesfehérvár agglomerációról lehet szó. Tehát nem azért, mert nem szívesen látunk másokat is, de amíg még az összes székesfehérvári, alapvetően Székesfehérvár pénzéből, illetve Székesfehérvár vállalatok pénzéből nem járhatta végig, én azt gondolom, hogy ennek egyfajta prioritást próbáljunk biztosítani. A másik pedig az, hogy nagyon fontos, hogy ez egy olyan létesítmény, ahol bár élményszerűen lehet tanulni, de tanulni. Tehát ide az azt jelenti, hogy pedagógusok kellenek, és nem vigyázók. És ezért ragaszkodtunk hozzá, hogy a saját pedagógusaink végezzék el ezeket a képzéseket. Itt azért nagyon programdús a kínálata a központnak. Lehet kiemelni olyat, ami a legnépszerűbb adott esetben a gyerekek vagy a felnőttek körében, így az elmúlt egy év távlatában? Hát nagyon komoly statisztikánk van, hiszen minden egyes foglalkozás után megkérdezzük az itt levőket, hogy mi nem tetszik, mi tetszik, mit szeretnének más látni. Jócskán 90% fölötti, valahol a 97%-os az, hogy szerintük itt minden rendben van, meg azt is, hogy ezt ajánlják tovább. És a top sláger az úgy megoszlik egy-kettő dolog között. Hát az egyik a Pepper, a humanoid robot, és akkor azt mondják a fiatalságnak a 20%-a, több mint a 20% azt mondja, hogy ő Peppert akar programozni. Ő azt szeretné, hogy úgy csináljon a Pepper, ahogy ő szeretné, és együtt játszanak, együtt dolgozzanak. Másik része azt mondja, körülbelül hasonló mértékben, hogy ő pedig a Legóval akar mindenféle ilyen furmányos dolgokat megcsinálni, hogy a Lego a szenzorai segítségével, a Lego robot, hogy mindent lehessen manipulálni, végigmehessen azon a pályán, amit ő kigondolt, és ennek nagyon nagy élménye van. De azt kell mondanom, hogy a szabaduló szoba, ami egy kicsit már a kikapcsolódás fele, vagy inkább mondjuk a közösségformálás fele, az is borzasztó népszerű, és azt lehet mondani, hogy nem volt ilyen unalmas gyakorlat. Számunkra egyébként a legnagyobb boldogság az, hogy az úgymond keményebb, tehát tanulási intenzívebb területek a kedvencei a gyerekeknek leginkább. Tehát élményszerű nekik a virtuális tér is, tehát amikor az okos padlón, vagy a virtuális gyurmával, a virtuális szemüveggel játszhatnak, de valahogy ez a három, amit említettem, az vitte a topot. Nyáron egyébként nyitva állnak-e majd a kapuk? Vegyes felvágott lesz, tehát lesz 5 táborunk, itt egymás után szépen. Ezek azt hiszem többé-kevésbé már be is teltek. Ugye ebből a szempontból a város
mondjuk azt, hogy leghatékonyabb táborai, egyrészt rányítjuk a gyerekekre a digitalizációt, tehát nem csak egy valami lesz itt, hanem mindenbe belekóstolhatnak egy kicsit, és a másik oldalról csak a saját önköltségeiket kell fedezni, tehát a saját étkezésüket, tehát azt gondolom, hogy ez egy nagy támogatása a Fehérvár fiataljainak, illetve családjainak. A másik pedig az, hogy táborok között, ezt mindig meghirdetjük előre, lesznek nyílt napok, és ez folyamatos lesz, és akkor be lehet jönni, és bizonyos területekre fókuszálva meg lehet ismerkedni egy kicsit a digitalizációval és a modern oktatásra. A központ kínálata tehát programdús, szakkörökkel, nyílt napokkal, érdekes előadásokkal várják az ideérkezőket. Annak érdekében, hogy a foglalkozásokon megfelelő mértékű figyelem jusson a diákokra, a létesítmény egyszerre legfeljebb 40 fős tanulócsoportokat fogad, melyekkel 4 pedagógus dolgozik párhuzamosan. A központ nyáron sem zár be, az idei táborokban is újabb ismeretekre tehetnek majd szert a fiatalok. Thank you for your watching. Goodbye.